Legutóbb, ugye Diana asszony azt mondta a Tesco-ban, hogy papírkutya vagyok, hogyha csak azt a dréjert veszem meg, a hideg komlósat, és nem veszem meg ezt a gyönyörű, csíki, tiltott csíki jégáfonyát. Úgyhogy megvettem igazából, azt hittem, hogy tovább fogom őrizgetni a hűtőben, de az a baj, hogy kell a hely az igazi söröknek, úgyhogy most kiveszem. És nyilvánvaló, hogy telve rossz indulattal találtátok ezt ki, hogy én ezt teszteljem le, de hát végül is a művész mindent megtesz a hallgatóságért, előtte azért el kell mondjam, mit írtatok a Dreyer hidegkomlós videó alatt a csíki jégáfonyáról, hiszen már ott mutogattam, hogy ez is van. Azt mondja, csíki áfonya az egyik legrosszabb sör, amit valaha ittam, várom a tesztet, smiley, valóban egyet vettem, többet nem fogok, írja Gábor. Aztán megkérdeztem tőle, hogy viccen kívül miért vetted, de most komolyan erre. Írta Matyi, hogy szeretek mindent kipróbálni, hát azért szerintem, na mindegy, azért ezt nem kell. Dettó, a Dreyer redéres videón felbuzdulva vettem abból is egyet, hát nem tudom, ahány gyártás annyi íz, vagy velem van a baj, de amit ittam, az olyan volt, mint egy híg mosogató lép felmalátázva. Pont ma vettem egy csíki áfonyát, és leszek olyan bátor, hogy megkóstolom még most. Update, mint amikor tinédzser korunkban összekevertünk mindenféle kilátástalan italt, hogy jobban üssön. Kerestem, hogy van-e róla valahol kritika, és hát az van, az a szép, hogyha az udvari bolond médiánál dolgozol, akkor azért el kell végezni a piszkos munkát. Tehát 888.hu, megkóstoltuk a csíki áfonyás sört, nemrégiben robbant be a piacra a csíki sör új terméke, a tiltott csík. Annyira imádom, amikor az udvari bolond média az oligarchák meg hát a Fidesz közeli söröket teszteli. Letesztelték, emlékszem, valamelyiknek a YouTube csatornáján a valamelyik pécsit, és az is nagyon ízlett nekik, az a szörnyűség, azt mondja. Ezzel persze magasra is tettem a mércét a csíki jégáfonyának, Szent András könny és a Cernahora borúvka ezekhez hasonlítja, ugye? Hát muszáj, a Mazda is mindig a BMW-t jelöli meg célnak, meg a nem is tudom mit. Arra jutottam, hogy hiába csak 4,7% az alkohol tartom, ez a sör bizony megérződik. Az ízvilága emlékeztet a Szent András könnyére, borúvkát szerintem lenyomja, plusz berak a csávó két képet, a csíki áfonyáról üvegbe meg kitöltve, amiből arra következtetek, hogy a Bohóc médiánál nem osztanak nagyon jó minőségi mobiltelefonokat, tehát egy 60 ezeres kínai telefon szebb képet csinál. Jó tulajdonsága még ennek a sörnek, hogy nem puffaszt annyira, nem olyan szénsavas. Összességében csak ajánlani tudom ezt a sört, nem kell félni attól, hogy gyümölcsös. Jó ez! Hát akkor mi bajom lehet? Az a jó benne, hogy tele van a címkéje, a csíki sör akciójával, ugye tombolán lehet nyerni valami csúnya autót, mi ez, Toyota? Én nem, Lexus, igen, hát az, Toyota. Azt mondja, figyelj, Marele Concours de Premii, mi az, hogy román nyelven? Garantált 10.000 forint per 150 lei értékű nyeremény minden csíki sörös rekeszben, hibrid autókat nyerhet hibridautó.eu felajánlásával, tombola. Szóval annyira jól sikerült ez az akció a csíkinek, hogy a román sajtóban volt is, hogy egy nagy tömeg ment, ott hömpölyögtek a mezőn, és hát elég botrányos jelenetek voltak. Azzal együtt azt kell, hogy mondjam, hogy a csíki sör a sörgyártás teszlája, tehát hogy a terméket gyártani még nem igazán megy, de óriási és zseniális marketing van mögötte. Na, óvatos leszek, mint az űrhajós a Holdon vett kőzet mintákkal. Hát, sörszaka nincs, áfonya, az illata, az van. Hát, ugye? Turó azt mondta az Ips főzőmester, hogy megölöm a sört azokkal az egyszerű pint poharakkal, úgyhogy egy ilyenben őrizgetem az illatot. Hát, figyelj, mondanám, hogy ronda, de igazából a soproni meggyes él se volt sokkal szebb. Ilyen habja van. Tehát igazából a csíki sörnek csak habot kéne gyártania. És akkor nem lenne semmi baj. És egy szép süteményszerű hab. Hát olyan kis műanyagos.
Az a nagyon igénytelen cukrászdában vannak ezek a nagy tojásfehérje, habos, olyan sütemények, amikről tudod, hogy nem kell megenned, és nem is eszed meg, de egyszerre csak azon kapod magad a buliban, hogy ugye már leverted a vércukorszintedet különböző dolgokkal, mind megivott, mind elszívott dolgokkal, és akkor muszáj lesz megenni, és megeszed azt a süteményt, amely ki tudja mióta hányódik, ott nem véletlen van ott, hiszen nem kellett senkinek. Hát olyan zavaros, így a fény felé tartva, de az önmagában nem baj. Figyelj, eddig lehetne bármi, leszámítva, hogy a habjának nem nagyon bizalomgerjesztő a szaga. Túl nagy korkot ittam. Hely, de fertelmes. Érdekes, hogy... basszus kulcs. Onnan tudod, hogy sör? Hogy van egy nagyon kellemetlen, olyan tapadós, keserű utóíze, és hozzá orba vág ez a borzalmas műáfonya. Ugye, és csak 4 hét. Az alkohol. Hát igen, ez tényleg árt, igaza volt, megkövetem a 888 szakíróját. Ja, még egy kortyot kirakjak egy szavazógépet, hogy az a baj, ugye voltak ezek a kísérletek, hogy bárkit megölne sok ember, ha így nem látják, hogy gombot kell nyomni, úgyhogy egyértelmű, érzem én is, hogy igyak még. Komolyan nem tudom, miért kell benyelnem ekkora kortyokat be. Ez olyan, mint amikor tényleg mindent összeittál, kihánytad, és akkor van ilyen íze a szádnak, hogy szóval söröztél is aznap este, meg ittál valami, ráfanyalottál valami női ilyen Strongbow Cider, vagy minek hívták azt a... Volt egy ilyen rumos... Hogy hívták ezt a rumos piát, tudod, az a... Volt ilyen, hogy ilyen édes... Bacardi Breezer, igen. Egyszer hánytam Bacardi Breezert. Na, az volt ilyen. Figyelj, de én azt mondom, nem rossz ez a csíki tiltott áfonya, de ha ezt az ízt el akarod érni, szerintem jobban jársz, ha megiszol 5 Bacardi Breezert és kihányod. Bár anyagilag igazából mégiscsak azt mondom, hogy jó, ha választani kell, hogy megiszol és kihánysz 5 Bacardi Breezert, vagy egy kort ilyen, akkor igazából ajánlom, hogy igyál egy csíki tiltott áfonyát. Hú, de borzalmas. És hát nyilván közben lázasan dolgoznak a trollgyárban a megfelelő szakemberek, hogy hogy is lehetne a helynekent Soros Györgyhöz kötni. Annyit tudok segíteni, hogy vonalakat kell húzni.